Az első tét mérkőzései előtt áll a korosztályos fiú kézilabda válogatottak legfiatalabbja, a 2006-os és 2007-es játékosok alkotta serdülő csapat, amely már gőzerővel készül a július második felében kezdődő szlovéniai EOF-ra. A keret 2021 óta dolgozik együtt, az elmúlt hónapokban pedig számos felkészülési mérkőzésen és tornán is kipróbálhatta magát. Az ORV előtt ilyen hazai páros meccseket játszottunk, és egy kicsit ugye a saját stabil környezetünkben magabiztosak voltunk. Nyilván az ORV azért pont jó volt, mert egy idegen környezetbe kellett egész komoly ellenfelekkel játszani. Az egy nagyon nagy lökést adott, hogy ott tudtunk komoly mérkőzéseket nyerni, és rögtön ugye játszottunk utána tavasszal itt egy négy nemzet tornáját, ahol Norvégia, Szerbia, Ausztria is egy komoly játékerőt képviselt, és nehéz volt ellenük játszani. Nekünk ez keretszűkítés szempontjából nagyon fontos volt, mert a Ruhr Games-re már úgy mentünk, hogy megpróbáltunk minimális játékossal kimenni az olimpiát. Modelleztük, ahol 15 játékoson, és ugye ott egy Franciaország, Németország, Lengyelországgal játszottunk, ahol ezüstérmet szereztünk, és nagyon jó tapasztalatszerzés volt. Németországtól vereséget szenvedtünk, szerintem teljesen jókor jött a utolsó pillanatig győzelemre álltunk, aztán úgy alakult a mérkőzés, hogy látszólag nagy arányú vereséget szenvedtünk, de nagyon jó, sokat tanultak belőle a srácok, és talán jókor is jött, mert az egy vereségünk volt a két év alatt, úgyhogy kicsit mi is vártuk, hogy ne ott tapasztaljuk meg, hogy a világversenyen kikapunk először a csoportmérkőzésen, aztán esetleg olyan kudarc, letargia éri a játékosokat, hogy nem tudunk tovább lépni, úgyhogy ez pont jó volt, hogy megtapasztaltuk ezt is. Szabó mellett edzőként segíti a válogatott játékosok fejlődését Iváncsik Tamás is, aki igyekszik átadni a fiataloknak a pályafutása során szerzett tapasztalatokat. Stábban próbáltuk úgy felépíteni ezt a 2006-7-es korosztályt, hogy amikor elérkezik az EOF, akkor már nagyon sok meccs rutinjuk legyen. Hál' Istennek itt Magyarországon adottak a lehetőségek arra, hogy nagyon sokat tudjunk edzőtáborozni, úgyhogy most már kevesebb, mint másfél éve próbáljuk úgy alakítani a heteket, amikor össze tudunk jönni a válogatottal, hogy mindig egy páros mérkőzést játszunk. Próbáltuk feltérképezni a környező országokat, azt gondolom, hogy elég jó úton haladunk. A Levi és a játékosok között én egy kapocs vagyok, talán egy kicsit bátrabban fordulnak hozzám a srácok, hogyha egy kis engedményre vágynak, de nyilván a munkát azt megcsinálják. Próbálok nekik mindenben segíteni, nyilván nekem óriási meccs tapasztalatom van, meccs rutinom van, rengeteg világversenyen vettem részt. Erről is szó volt, már beszéltünk róla, hogy ez egy teljesen más közeg lesz, mint hogyha egy hazai pályán egy tornát rendezünk. Most ugye Szlovéniába fogunk menni, ahol rengeteg csapat, rengeteg sportág képviselteti magát, és azt gondolom, hogy ezt át kell érezniük majd, de nagyon bízom benne, hogy ez jó irányba fog fordulni, nem nyomja rájuk a terhet. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én szerintem egy hatalmas megtiszteltetés mindenkinek, aki itt van, hiszen minden nap ezért edzünk, és ezért harcolunk, hogy ide bekerülhessünk, hiszen ez mégiscsak a saját hazánkat képviseljük. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyok, szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani majd. A csapat idei célversenyén, az EOF-on, a miénk Montenegro, Portugália és Horvátország korosztályos legjobbjaival találkoznak majd a csoportkörben. Csak Montenegróval tudtunk eddig játszani, ugye a másik csoportból már szinte mindenkivel játszottunk a olimpia másik csoportjából. Horvátországgal és Portugáliával nem volt lehetőségünk játszani. Montenegro egy kellemetlen délszláv típusú kézlabdát játszik, ráadásul itt páros meccset fogunk játszani július 14-én itt Szegeden velük, 13-án nem tudtuk, hogy az ifjúság olimpián mint beugrók részt fognak venni, a spanyolok helyett fognak ők részt venni, úgyhogy ez egy kicsit még pikánsabb, hogy gyakorlatilag a páros meccsből Montenegro után az első csoportmeccsünk Montenegro lesz, de hát ugyanazok az esélyek mind a két csapatnak, úgyhogy mindenki tud egymásból készülni, úgyhogy ebből nem hiszem, hogy probléma lesz. Minden egyes összetartás hatalmas élmény, hogy visszahívnak, illetve hogy bíznak bennünk. Mindenki nagy elánnal küzd a keretbe való jutásért, mert ahányan most itt vagyunk, ugye nem mindenki fog bejutni, mindenki izgatottan várja ezt a EOF hetet. Ez a 2006-7-es korosztály egy rettenetesen jó generáció. Elnézve a csapatokat, nyilván vannak olyan országok, ahol nem tudjuk azt, hogy milyen csapattal érkezik, mert vannak felvételeink. Például most legutóbb a norvég válogatottal játszottunk, és eljöttek hozzánk egy teljesen más 16 játékossal. Más országban nem olyan fontos a serdülő válogatott, még nyilván
mi is azon dolgozunk, hogy ezek a srácok végigmenjenek a ranglétrán, és minél több felnőtt válogatottat tudjunk kinevelni. Viszont, hogyha már egyszer az EIOF-ra készülünk és kimegyünk, nem titok az, hogy én azt gondolom, hogy benne van ebbe a csapatba az éremszerzési lehetőség, sőt még a végső célt is elérhetjük.